Köszöntjük valamennyiüket, ez a Pannon Krónika, a Dél-Dunántúli régió magazin műsora. A következő órában ezúttal is Somogy, Tolna és Baranya megye legfontosabb, legérdekesebb eseményeit idézzük fel. Nézzük az ajánlót. Együttműködés, egyetemekkel kötött képzési szerződést Paks 2. Hatékony és gazdaságos működés, önkormányzati cégek beszámolóiról döntött Szekszárd közgyűlése. Baranya legyen az egyik legélhetőbb térség az országban, építésete szakmai konferencia sorozat Pécsen. 22 település jut jó minőségű egészséges ivóvízhez, korszerűsítik a vízhálózatot Selje térségében. Képzési együttműködést kötött a Paks 2 Atomerőmű ZRT és a Pécsi Tudományegyetem. A szerződés aláírását még újabbak követik, mert a Paks 2 Akadémia elnevezésű programba 6 hazai egyetem kapcsolódik be. Az atomerőművi üzemeltetési szakmérnök képzést elvégző szakemberek megalapozhatják jövőjüket egy olyan iparágban, mely a következő évtizedekben kiemelt szerepet tölt be, úgy a hazai, mint a nemzetközi energiaszektorban, hangzott el a Pécsi Tudományegyetemen a megállapodás aláírásakor. Paks 2 Akadémia elnevezéssel alapképzésre épülő 2 féléves atomerőmű üzemeltetési szakmérnöki képzés indul ősztől 6 magyar egyetemen. Az első megállapodás hétfőn született meg a Paks 2 Atomerőmű ZRT és a Pécsi Tudományegyetem között. A tananyagot a Paks 2 ZRT a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, a Pécsi Tudományegyetemmel, a Debreceni Egyetemmel, a Pannon Egyetemmel, a Miskolci Egyetemmel és a Dunaújvárosi Egyetemmel együttműködésben dolgozta ki. A 6 egyetem a Paks 2 ZRT anyagi támogatása mellett indítja el az atomerőművi üzemeltetési szakmérnök szakirányú továbbképzési szakot, ami ennek köszönhetően a hallgatók számára térítésmentes. A Paks 2 ZRT számára nagyon fontos a magasan képzett munkaerő. Éppen ezért hívta életre a projekttársaság a Paks 2 Akadémiát, amely színvonalas képzési programot kínál az egyetemi hallgatóknak, emelte ki Lenkei István vezérigazgató, hangsúlyozva, hogy hosszú távú, stabil munka lehetőségre számíthatnak azok, akik elvégzik a képzést. Ha eljönnek hozzánk dolgozni, akkor most nem csak az építkezésben, hanem az azt követő 60 évben, erre az időre 60 évre van tervezve az erőmű, és üzemidő hosszabbítás természetesen elképzelhető még itt is. Erre az időre egy stabil, megbízható szakmát és szakmai műhelyt és munkahelyet fognak találni. A szakirányú továbbképzés 2 fél éve alatt a hallgatók alapszintű ismeretekkel gazdagodhatnak az atomerőmű technológiai részleteiről, az üzemeltetés folyamatáról, a nukleáris biztonság alapjairól, az atomerőmű biztonságos működéséről, fűzte hozzá a Paks 2 ZRT vezérigazgatója. Kiemelte, hogy az atomerőművi üzemeltetési szakmérnök képzést elvégző szakemberek megalapozhatják jövőjüket egy olyan iparágban, amely a következő évtizedekben kiemelt szerepet tölt be úgy a hazai, mint a nemzetközi energiaszektorban. A 2019 őszén induló képzésre a választott intézmény felvételi rendje szerint lehet jelentkezni. Jól és gazdaságosan működnek a szekszárdi önkormányzat tulajdonában álló vállalkozások. Ez derült ki a város képviselőtestületének ülésnapján. Összesen 12 önkormányzati cég mérlegbeszámolóját fogadták el a képviselők. A szekszárdi önkormányzat tulajdonában levő 12 vállalkozás mérlegbeszámolója adták a közgyűlés fő témáit. A Városipari Parkja az ingatlan és ingó vagyontárgyain felül 2018-ban 20 millió forintos árbevételre tett szert, és 1,5 millió forintos eredményt ért el. Ács Rezső, a város polgármestere ezzel kapcsolatban azt mondta, a jól működő cég ezzel megteremtette az idei és a következő évre tervezett fejlesztések feltételeit. A cég megteremtette az alapokat ahhoz, hogy azok a fejlesztések, amelyek 2019-20-ban fognak elkezdődni, csarnoképítés, infrastruktúra fejlesztés, közvilágítás fejlesztés, fog megvalósulni az ottani vállalkozások kérésére is, illetve ezzel szeretnék újabbat előbbőlőket levonzani. Ez a feltételeket maga a cég azt tudta biztosítani. A távfőszolgáltatásért felelős önkormányzati cég azok közé tartozik, amiknek a fő célja nem a profit termelése, hanem a közszolgáltatás ellátása. A vállalkozást az önkormányzat 2015-ben hozta létre, miután felmondta a távfűtést addig végző KFT-vel kötött szerződését. A város polgármestere szerint a váltás beváltotta a hozzáfűzött reményeket. A cég ugyanis a rezsicsökkentés által befagyasztott árak mellett is csak minimális veszteséggel zárta a tavalyi évet. Ebben viszont benne volt, hogy már 2018-ban előre megvásárolta az idei évre vonatkozó széndioxid kvótát, valamint megvette az önkormányzattól a Sárvíz utcai irodaépületet is.
Mindezek mellett pedig a távhőszolgáltató kiemelkedően teljesített a közös képviselőkkel és a lakossággal folytatott kommunikáció terén, mondta a polgármester. Az egyik legjobban működő cégünkről beszélünk, és nagyon fontos az, hogy azt a gyakorlatot a többiek is átvegyék majd, hogy folyamatosan kell kommunikálni a lakossággal, és hogy ez a kommunikáció megvan akár egy tervezett fejlesztés kapcsán, vagy bármilyen más átalakítás kapcsán, és előre tudnak róla lakók, akkor sokkal jobban el tudják fogadni, és tudomásul tudják venni ezeket a lépéseket. A szekszárdi képviselőtestület legközelebb május 29-én ülésezik. 2030-ra Baranya megye az egyik legélhetőbb térség legyen az országban, ez a célja annak a szakmai konferenciának, mely hétfőn vette kezdetét Pécsen. A Találjuk ki Baranyát elnevezésű rendezvény sorozat keretein belül az építés áll a középpontban. Az épített környezet mindig egy lenyomat, mondta Tuzson Bence az Építés hete rendezvény sorozatának megnyitóján Pécsen. A közszolgálatért felelős államtitkár kiemelte, a kormány csak a Modern Városok program keretében 100 milliárd forinttal támogatja a Baranyai megyeszékhelyet. Ebből az összegből valósulnak meg városi és egyetemi fejlesztések Pécsen. Ezek közül szeretném kiemelni az egyetem fejlesztését is. Az egyetem fejlesztése ugyanis építkezés ugyan, 24 milliárd forintos állami támogatás mellett, de több, mint egy építkezés, azzal, hogyha egy egyetem fejlődik, azon keresztül fejlődik az oktatás, fejlődik a kultúra, meg tud újulni egy egész város, meg tud újulni Pécs városa is. A május 20-ától 23-áig tartó építés hete rendezvénysorozat a Találjuk ki Baranyát nevet viseli. A program célja, hogy 2030-ra Baranya megye az egyik legélhetőbb térség legyen az országban. Ezt még 2018. szeptemberében állították össze a Baranya megyei kormányhivatal és a Pécsi Tudományegyetem képviselői. Az arról szólt, hogy a helyi gazdaság szereplőit, az egyetem vezetőit, önkormányzati vezetőket hívtunk arról beszélgetni, hogy hogy képzelünk el egy jobb, egy szebb, egy élhetőbb Baranyát. És ez a hét, amit mi a mai nap ezzel a mai rendezvénnyel elkezdünk, az építés, a beruházás és az innováció, szakképzés, egyetemi képzés témáival járjuk körbe. Az építkezések mellett szintén fontos szerepet kap a kultúra és az örökségvédelem, emelte ki Hoppá Péter. A térség országgyűlési képviselője elmondta, a legfrissebb adatok szerint 5,3%-os az ország GDP növekedése, ezzel az Európai Unió tagállamai között az első helyen szerepel hazánk. Hoppá Péter hangsúlyozta, ugyanez mondható el Baranyában a kultúra területén. Olyan kincseink vannak, olyan kincsekkel vagyunk gazdagok itt Baranya megyében, amelyekkel a megyék rangsorában vagy versenyében megint csak azt mondom, hogy elsők vagyunk. Tehát például örökségvédelem tekintetében Baranya megyének van a legnagyobb vidéki múzeumi állománya. Az építés hete rendezvénysorozat keretein belül ezeket a témákat is érintik. Tematikus napok zajlanak ezen a héten. Hétfőn a nyitónapon a megyei beruházások, kedden építésügyi szakmai nap, szerdán a falvak kis települések napja, míg csütörtökön képzési kiállítás és szakmai konferencia várja az érdeklődőket. Ősszel kezdődik a 4,1 milliárd forintból elkészülő szekszárdi tudásközpont építése. A kétszintes 5700 négyzetméteres épületbe költözik majd a megyei könyvtár és levéltár is. A fejlesztés a Modern Városok program részeként valósul meg. Két hatalmas tábla hirdeti, hogy ezen a most még gazos területen építik meg a szekszárdi tudásközpontot. A Modern Városok program 4,1 milliárd forintos támogatásának köszönhetően az 5700 négyzetméter alapterületű épületegyüttesben kap helyet a most még 4-4 épületben működő megyei könyvtár és a levéltár, de előadó, oktató, kiállító termeket és relaxációs szobát is építenek. Ezen kívül 62 parkolóhelyet alakítanak ki az épületegyüttes körül. A városképi szempontból is egy lényegeset lépünk előre, hiszen a mögöttem jelenleg található gazos terület helyén fog megépülni az ingatlan, és egy új városképet hoz majd ide a vasúti átkelővel szemben. És én azt gondolom, hogy azzal, hogy új közösségi telek jönnek létre itt a fiatalok számára, az ő igényeinek is szeretnénk megfelelni azzal, hogy itt lesz lehetőség beszélgetni, akár nem is kell fogyasztani, csak egyszer jól érzik magukat. A kétszintes pincével is rendelkező tudásközpontot úgy tervezték meg, hogy azt akár évtizedek múlva is úgy lehessen átalakítani, hogy hatékonyan szolgálja ki az akkori kor igényeit. Ez az épület úgy készül el, hogy a könyvtári terekben nincsenek falak, hanem bútorzat, a berendezés tagolja a területet,
Tehát, hogyha a jövőben az a fajta elképzelés alakul ki, hogy nem így és nem ilyen módon van szükség a könyvtári terek használatára, akkor alkalmasak legyünk arra, hogy viszonylag könnyen építészeti beavatkozás nélkül újra tervezhető legyen. A Szekszárdi Tudásközpont építése a tervek szerint ősszel kezdődhet el, az épület átadását pedig 2021-re tervezik. A munkálatok addig végig online nyomon követhetőek a www.tudásközpontszekszard.hu internetes címen. Seje és 22 környékbeli település jut hamarosan jó minőségű, egészséges ivóvízhez. A térségben jelenleg is zajlik az ivóvíz minőségjavító program, melynek keretében többek között új szűrési technológiát vezetnek be. 4 településen alakítanak ki vízi közműrendszert, minden térség részére saját központtal. Több mint 1,5 milliárd forint Európai Uniós támogatással valósul meg a Baranya megyei Selje térségének ivóvízminőségjavító programja. A KEHO pályázat keretében zajló projektet szerdán ismertették a településen. A munkálatok során többek között új szűrési technológiát vezetnek be, mely az arzénmentesítés miatt szükséges. Azért is nagyon fontos, mert hát amikor az uniós tagságot felvállaltuk, kértük és megkaptuk, akkor azt is vállaltuk, hogy a derogációval terhelten vállaljuk, hogy ez az ivóvízminőségjavító programokon keresztül a lakosságnak a szolgáltatási színvonalát emelni fogjuk. A fejlesztésnek köszönhetően 22 környékbeli település jut jó minőségű, egészséges ivóvízhez. A programban 4 térségi vízi közműrendszert alakítanak ki minden térség részére saját központtal. Ezek a települések, ugye Selje város, a legnagyobb település, ahol a legnagyobb vízművet építjük, Luzsok település, Drávafok, illetve Drávakeresztúr településeken épülnek meg a vízművek, illetve a vízkezelő technológiák, és innen történik majd a környező településeknek az ivóvízzel való ellátása is. A beruházás célja a kútvizek arzén, vas, mangán és ammónium tartalmának hálózatba juttatás előtti eltávolítása, a metántartalom kiszűrése, valamint a kezelt víz fertőtlenítése. Ezek a beruházások, amik most zajlódnak, illetve hamarosan véget érnek, ezek az ivóvíz kitermeléshez kapcsolódó tisztítóberendezéseket és ezeknek a megújítását, felújítását, új technológiák bevezetését jelentik, és reméljük, hogy a következő beruházási sor vonatkozásában meg tudjuk valósítani a vezetékeknek a megújítását, felújítását is. A beruházás során a szolgáltatott ivóvíz minőségének javítása mellett egy gazdaságilag és műszakilag is fenntartható rendszer valósul meg, mely nem csak a lakosságot, de az ivóvíz biztosításában közreműködőket is hosszú távon fogja szolgálni a térségben. A tervek szerint év végére befejezik a munkálatokat. Ünnepélyes keretek között átadták Pellérden a keleti iparterületet. A 16 hektáros terület túlnyomó része már cégek, vállalkozások birtokában van. Az önkormányzat a sikeren felbuzdulva újabb ipari park kialakítását tervezi. Irodaház, üzemcsarnok, körülötte pedig az a 16 hektáros terület, ami a pellérdi keleti ipari területet jelenti. Ünnepélyes keretek között adták át a település ipartelepi fejlesztését csütörtökön. Én azt gondolom, hogy megérte a munka, hiszen amikor polgármester úrral és jegyzőasszonnyal még 2015 legelején beszélgettünk, akkor a mostani 26 telekből, amiből most ugye hallottuk polgármester úrtól, hogy 23-at már eladtak, akkor 2 működő vállalkozás volt ezen az iparterületen. Szerintem mi sem gondoltuk, hogy ez ilyen sikeres beruházás lesz. Mondja a térség országgyűlési képviselője, aki a beruházás elindulásakor még a megyei önkormányzat elnökeként segítette a megvalósulást. A szalagátvágás után az irodaházat és az üzemcsarnokot nézhetik meg közelebbről a vendégek. 366 millió forint nettó értékű támogatást kaptunk a területi operatív program pályázati lehetőségek keretében, és másfél év építkezés után sikerült most megnyitnunk ezt a Pellért 2-es ipari park övezetét, van egy északi iparparkunk még a 2000-es évekből. Az a terület is már belakott, mondja a polgármester. A keleti ipari parkban 26 összközműves telket alakítottak ki, amelyből már 23 elkelt. Átadták Tolnán a Vosinszky Mór általános iskola felújított ebédlőjét, a beruházást az önkormányzat önerőből finanszírozta, 19 millió forintot költöttek rá. Amit a konyháról tudni kell, lényegében a konyha ettől a faltól hátrafelé volt található. Tehát egy nagyon szűk és
zegzugos kis dolog volt. Béres István tolnavádos főépítésze mutatja az átalakítást. A korszerűsítés nagyon ráfért az étkezőre, ahol ugyanazon a bejáraton érkeztek a gyerekek, az étel és az itt dolgozók, akiknek még öltözőjük sem volt. A Perszofer Ágnes polgármester azt mondta, nagyon régi volt a város adósága a szülőkkel, a tantestülettel és a gyerekekkel szemben. Amikor egyébként a mostani időkben olyan projekteket adunk át, amik több 100 millió forintra rúgnak, és bizony kellett ezekhez is akár több 10 millió forint önerőt biztosítani, nem volt könnyű ezt a 19 millió forintot kiszorítani, de hát mégiscsak fontos volt, és az önkormányzat egyöntetűen fogadta el azt a javaslatomat, hogy fordítsunk ennek az ebédlőnek a felújítására 19 millió forintot. Az építkezés során megnövelték az ebédlő és a konyha alapterületét, és megépültek a kiegészítő egységek is. Most 48 gyerek tud kulturált körülmények között egyszerre ebédelni a Vasinszki iskolában. Ilyen 15 négyzetméteres irodának a feláldozásával, kb. 15 négyzetméterrel nagyobb helyiség lett a maga az étkező, illetve annyit tudtunk még itt javítani a helyzeten, hogy azáltal, hogy ezt a 15 négyzetméteres irodát hozzá tudtuk csatolni a meglévő étkezőhöz, az étkezőnek az iskolából történő megközelítését is biztosítani tudtuk, mert ugye korábban kintről kellett bejárni a gyerekeknek is. Ezzel az átadással minden tolnamözsi iskolában a 21. századnak megfelelő étkezdék működnek, mondta Apelszofel Ágnes polgármester. Az állagmegóvás mellett a következőben folytatni kívánjuk az intézmények felújítását, tette hozzá. Növénykazetták, padok, korszerű gáz, villany és vízvezetékek. Május 20-ától indult a Pécsi Ferencesek utcájának felújítása. Az önkormányzati beruházás keretében új burkolatot kap a sétáló utca, ugyanolyat, mint a Jókai tér nemrég. A térkövek elhelyezése előtt azonban kicserélik a gáz, a villany, valamint a vízvezetékeket egy körülbelül 300 méteres szakaszon. Május 20-án kezdik meg a Pécsi Ferencesek utcájának felújítását. A körülbelül 2-3 hónapos önkormányzati beruházás keretében új burkolatot kap a sétáló utca, mely ugyanolyan anyagból készül, mint ami a Jókai teret borítja. Ugyanolyan kőkiosztás lesz, tehát ugyanazt a mintát fogja követni az utcának a burkolata, illetve olyan növényszigeteket fogunk elhelyezni, amelyek hát nem túl nagy növésű fákat fognak befogadni. Ehhez kapcsolódóan növénykazettákat fogunk telepíteni az utcára, illetve padokat. Összességében azt úgy kell elképzelni, mintha a Jókai térnek a jelenlegi állapota folytatódna egészen a Ferences templomig. Ezt megelőzően azonban az EON munkatársai kicserélik a gáz és a villanyvezetékeket. Erre azért van szükség, hogy a későbbiekben ne kelljen megbontani az új burkolatot. Így egy korszerű közműhálózatot alakít ki a szolgáltató. 8 hetet fog igénybe venni a földgáz vezetékek cseréje. Ez egy kb. 300 méteres szakasz, ami 35 millió forintból újul meg. Itt a bekötő vezetékeket és a földgázgerinc vezetéket is kicserélik a szakemberek. Itt eddig a pillanatig még acélvezetékek voltak, és hétfőtől, amikor elindul a csere, akkor műanyag vezetékekre fogják ezt kicserélni. Amint ezek a munkálatok a végéhez érnek, a vízi közműrendszert is lecserélik az utcában, majd a villanyvezetékek korszerűsítése következik. Miután a föld alatti munkák befejeződtek, kezdődhet az új térkövek elhelyezése. Erre a tervek szerint még idén szeptemberben sor kerül, ha az időjárás is megfelelő lesz. 15 milliárd forinttal támogatja az állam a házi orvosok által használt szolgálati lakások megvásárlását és felújítását. Az általunk megkérdezett orvosok szerint a támogatás jól jön, ám nem lesz elég a tartósan betöltetlen praxisok felszámolásához. A mai napon 3 pályázati kiírás került meghirdetésre, mind a 3 az alapegészségügyi szolgáltatások javítását célozza, orvosi rendelők felújítását, orvosi eszközök beszerzését és orvosi lakások, orvosi szolgálati házak megépítését célozza. A Magyar Falu Program pályázati kiírását jelenti be Gyopáros Alpár ezen a márciusi felvételen. A programra országosan mintegy 15 milliárd forintot fordít a kormány. Azok a házi orvosok pályázhatnak, akik 5000 fő vagy annál kisebb lélekszámú településeken vállalnak szolgálatot. A pénz ingatlan vásárlásra és felújításra is költhetik. Az intézkedés célja a kormány szerint a korszerű ellátás biztosítása mellett az, hogy minél több fiatal orvos helyezkedjen el az előregedő településeken. Fiatal páciens érkezik tanácsadásra az egyik tolnai rendelőbe. A településen eddig egy praxis volt tartósan betöltetlen, azonban hamarosan egy másik orvos nyugdíjba menetelével újabb üresedhet meg.
A városvezető házi orvosa ugyan üdvözölte a kormány döntését, de szerinte a korszerűbb ellátás és lakhatás megteremtésével még nem lesz vonzóbb a pálya a fiatalok számára. A fiatal elvállal inkább tartós ügyeletet, vagy tartós helyettesítést, és kevésbé vonzó ez a házi orvosi szakma, akár gyerekorvos, akár felnőtt orvos tekintetében. Kevésbé szeretnének felelősséget vállalni, kevésbé szeretnének egyedül dolgozni. Az orvosi kamara megyei titkára azt mondja, a támogatás jól jön, mert főleg a vidéki kistelepüléseken jellemző, hogy egyre több a betöltetlen házi orvosi praxis, emellett a kormány eddigi intézkedései nem tudták felszámolni a betöltetlen praxisokat. Az eddigi intézkedések, amelyek ugye a praxisvásárláshoz, illetve a letelepedési támogatáshoz adtak segítséget, ezek nem voltak elegendők. Az sem volt elegendő, sajnos, hogy az országgyűlési választások előtt 3 éven keresztül több forrást biztosított a kormányzat, sajnos azóta nem. Ezért örvendünk, hogy ismételten egy olyan lehetőséget látunk, ami elősegíti ezt a folyamatot. A 15 milliárdos keretre már most lehet pályázni. A felújítások szeptembertől kezdődhetnek meg. Hogyan lehet gazdaságosan működtetni a szociális szövetkezeteket, intézményeket, milyen tapasztalatai vannak a Magyar Közmunkaprogramnak, mit jelent az állami szerepvállalás a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásában? Ezek a kérdések merültek fel az elmúlt 4 napban Pécsett. Nemzetközi szemináriumot tartottak a szociális ágazatban dolgozók, francia, olasz, román és magyar szakemberek vettek részt az eseményen. Francia, olasz, román és magyar szociális területen dolgozó szakember a Pécsi Jókai rendezvényházban pénteken. Itt tartották azt a 4 napos nemzetközi szemináriumot, ahol az országok képviselői a szociális területen végzett munkájuk, programjuk tapasztalatait osztották meg. Nagyon izgatta például a francia és az olasz kollégákat az itteni közmunkaprogram. Tehát majdnem 2,5 órán át veséztük ki ezt a témát, tehát nagyon sok kérdés hangzott el az itteni előadóhoz, és szerintem ez egy jó dolog, hogy őket is érdekli valami, ami nálunk van, ami Magyarországon működik. Minket meg érdekelt az például, hogy ők hogyan működtetik a saját szociális szövetkezeteiket. Vagy hogyan tudják gazdaságosan működtetni a szociális intézményeiket a külföldi partnerek, mondja a SZIME elnöke. A konferencia utolsó napján pedig a SZIME, vagyis a Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesületének közgyűlését tartották Pécsen. Közel 600 ezer azon személyeknek a száma naponta, akik valamilyen szociális alapszolgáltatást vagy szakosított ellátást vesznek igénybe. És ha mondok még egy nagy számot, a 100 000-es főt, az pedig azon foglalkoztatottak száma, munkavállalók száma, akik a szociális ágazatban látják el minden nap azt a missziós tevékenységet, mert azt gondolom, hogy ezt lehet annak hívni, semmint munkának. A számokból is látszik, miért fontos az államnak, hogy találkozzon a területen dolgozók szakmai szervezeteivel és segítse munkájukat, mondja a helyettes államtitkár. Fontos feladata a kormányzatnak a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása is. Összesen 3 nagy állami céget, de már 1 cégcsoportban üzemeltetve, több mint 8000 megváltozott munkaképességű embernek ad munkát, az ország 75 pontján 135 üzemben. És ezt a példát azt gondolom, hogy be kell mutatnunk Európának, és be kell mutatnunk egy szakmai stábnak. Hiszen ezek az emberek a piacra termelnek, el tudják látni 100%-ban a feladatukat, mondja az igazgató. Az állami szerepvállalás a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásában egyedülálló Európában. Szeptembertől ingyenes és egyben kötelező lesz a bárányhimlő elleni oltás. Van olyan szexádi orvosi körzet, ahol az érintett gyermekek 40%-a be van oltva, ám az orvosok szerint sok tévhit övezi a bárányhimlőt, például, hogy ez ártalmatlan, banális betegség. A bárányhimlőnek ugyanis komoly szövődményei lehetnek, előfordul, hogy az életet is veszélyeztetik. Tolna megyében pár hónappal ezelőtt meghalt egy kisgyerek a szövődmények miatt. Vérmérkezésben egy baktérium által okozott vérmérkezés, ugye természetesen lekerült Pécsre, az intenzív osztály és Pécsett egy vérmérkezésben meghalt a kislány 2 nap alatt.
Győri Gábor szekszádi gyermekorvos azt a néhány hónappal ezelőtti esetet idézi fel, amikor a gyerekorvosi ügyeletre egy bárányhimlős kisgyereket hoztak be a szülei azzal, hogy lázas, legyengült és a testén kijött kiütések is elfertőződtek. A gyerek hiába került gyorsan kórházba, belehalt a szövődményekbe. A bárányhimlő nyomatékosítja a gyerekorvos, a közvélekedése ellentétben ugyanis nem egy ártalmatlan, banális betegség, nagyon is komolyan kell azt venni. Ezen kiütéseknek a felülfertőződése, a baktérium általi felülfertőződése és elgenyedése okozza a problémát. Ezen kívül okozhat problémát még a magának a bárányhimlő vírusnak a központi idegrendszerbe okozott gyulladásos folyamata, illetve csontvelőre is nagyon komoly és nagyon károsító hatást tud kifejteni. Győri Gábor azt mondja, évről évre egyre több szülő kéri a védőoltást a gyerekének. Ebben a körzetben a páciensek 30-40%-a van beoltva a betegség ellen. A gyerekorvos éppen a súlyos szövődmények és a legutóbbi haláleset miatt is örvendetesnek tartja, hogy szeptembertől ingyenes és egyben kötelező lesz a bárányhimlő elleni oltás a Nemzeti Népegészségügyi Központ javaslatára. Csak úgy, mint a világ többi részén, Magyarországon is beillesztik a Nemzeti immunizációs programba. Egyedül a két szükséges vakcina időzítéséről van vita. A két injekciót a tervek szerint 13 és 16 hónapos korban adják majd be a gyerekeknek. A házi gyermekorvosok egyesülete szerint inkább a bárányhimlő elleni védőoltást a többi oltással együtt kellene beadni a gyerekeknek 15 és 18 hónapos korban. Győri Gábor is ezt tartaná észszerűnek, mivel így a kicsiknek nem kellene két újabb alkalommal átélniük azt a pszichés stresszt, amit az oltás okoz. Most nézzük, mivel foglalkozunk a Pannon Krónika hátralevő részében. Betörtek a pályára, rendőrökre támadtak, vádat emeltek a futballhuligánok ellen. Nem tudni, mennyire veszélyes az emberre, új kullancsfaj jelent meg Tolna megyében. A zöldségektől a gyümölcsökig, párlat és pálinka fesztivál volt Kárászon. 5 év után újra az élvonalban, feljutott az NB1-be a kaposvári Rákóczi. Csoportosan elkövetett rendbontás és további bűncselekmények miatt emelt vádat a pécsi járási ügyészség 15 fiatal ellen. A vádlottak tavaly májusban egy pécsi futballmeccsen a pályára vonultak, majd rendőrökre támadtak. Mindez a PMFC sorsdöntő meccse után történt, amikor a játékvezetőt akarták felelősségre vonni a döntése miatt. Pirotechnikai eszközök a pályán a PMFC Dabas NB3-as labdarúgó mérkőzésen tavaly májusban. A találkozó 92. percében a játékvezető a partjelző jelzésére Lesz címén érvénytelenítette a pécsi csapat gólját. Ez váltotta ki az indulatokat a szurkolókból, akik a lelátóról a játéktérre is bejutottak, és az öltözők felé vették az utat, hogy számon kérjék a bírói ítéletet. Ekkor azonban a biztonsági őrök őket visszatartották. Ezután a szurkolói csoport kivonult a pályáról, és most a hátsó bejáraton próbált bejutni az öltözőbe. Azonban szintén ez nem sikerült, ugyanis a biztonsági őrök őket visszatartották. Időközben megjelentek a rendőrök is, felszólították a szurkolókat a rendbontás abbahagyására. Ekkor azonban néhányuk az érkező autókat, rendőrautókat rongálták meg. Mint ahogy a felvételen is látszik, egyikük például a rendőrautó motorház tetejére ugrott fel. Társai pedig megrugdosták az autókat. Az ügyészség most emelt vádat ellenük. A 15 elkövetőnek a cselekmények különböző bűncselekmények megvalósítására alkalmas, többek között csoportosan elkövetett garázdaságnak a megállapítására, rendbontás, rongálás bűncselekményére is. Az ügyészség különböző indítványokat tett a büntetés tekintetében. Volt, amely elkövetővel szemben felfüggesztett szabadságvesztés, volt, akinél pénzbüntetés az indítvány, azonban valamennyi elkövető vonatkozásában az ügyészség indítványozta a sportrendezvénytől való eltiltást és a bíróság által. Egyébként a pécsi csapatnak a magasabb osztályba való feljutáshoz mindenképpen győznie kellett volna az egy évvel ezelőtti meccsen. Ez nem sikerült a játékvezető döntése után. Úgynevezett mintazárkát alakítottak ki a szekszárdi Csapó Dániel mezőgazdasági szakközépiskola egyik tantermében. A különleges szemléltető helyiség a rendészeti képzésben tanuló diákok gyakorlati oktatását segíti majd. Azt kívánom, hogy használjátok egészséggel, és további szakmai sikereket kívánok. Hivatalosan is a Csapó Dániel mezőgazdasági szakközépiskola birtokába került annak az árkának a kulcsa, ami mostantól a rendészeti képzésre járó diákok gyakorlati képzését segíti majd.
A tanulók mostantól testközelből láthatják, hol és milyen körülmények között él egy elítélt évekig a börtönben. Sok diák például csodálkozott azon, mekkora egy zárka. Simonné Szerdai Zsuzsanna, szakközépiskola főigazgatója, mint a zárka ünnepélyes átadóján arról beszélt, míg 2 évvel ezelőtt pontlevonást kaptak az iskola diákjai az országos rendészeti csapatversenyen, mert nem jól hajtogatták össze a rabruát, és nem tudták, milyen eszközök lehetnek az elítélteknél. Idén már a 2. helyen végeztek az iskola diákjai. Nekünk a fő céljunk, hogy ugye a nálunk végzett diákok, vagy a büntetés végrehajtás, vagy a rendészet, vagy éppen a honvédség területén, vagy katasztrófavédelemnél tudjon elhelyezkedni. Jéri Tamás, a Tolna megyei Büntetés Végrehajtási Intézet megbízott parancsnoka az átadón a szakmák hiteles bemutatását emelte ki. Szerinte ez a mintazárka a záloga annak, hogy a fiatalokból nem lesz pálya elhagyó, mert tudni fogják, mire vállalkoznak azok, akik a büntetés végrehajtást választják hivatásuknak. Ez azért is fontos szerinte, mert ezen a területen folyamatosan cserélődnek az emberek. A büntetés végrehajtás személyi állománya feltöltött, de természetesen a normál fluktuációval lesznek majd helyek a börtönökben is, és szükségünk van az utánpótlásra. Több mint 25 éve folyik rendészeti képzés Palánkon. Jelenleg 90-en tanulják ezeket a szakmákat. Új kullancsfaj jelent meg Somogy és Tolna megyében. A Magyar Kullancsszövetség jelezte, hogy az aranysakál vagy más néven nádi farkas megjelenésével feltűnt a róka kullancs, eddig nem ismert alfaja is. Magyarországon 42 kullancsfaj volt honos eddig, melyből mintegy tucatnyi támadta az állatokat és az embert. Szakértők szerint a kullancs szezon már egész évre jellemző, így fontos odafigyelni a védekezésre és tisztában lenni azzal, hogy mit tegyünk és mit ne kullancscsípés esetén. A hazánkban megtalálható 42 féle kullancs közül 10 olyan van, amelyik képes az embert megcsípni és megfertőzni, és ugyanennyi betegségtípus létezik, amit kullancsok terjesztenek. Ezek közül a legismertebb a Lyme-kór, ami időben felismerve antibiotikummal tökéletesen gyógyítható. Veszélyesebb a kullancsok által terjesztett vírusos agyvelő vagy agyhártyagyulladás, amelyre az antibiotikum nem használ. Ez ellen védőoltással lehet csak védekezni. Az oltást a házi orvostól kell kérni. Térítés ellenében. Azt kell tudni az oltásról általánosságban, hogy az immunrendszerünk nem képes egy örök memóriát kialakítani rá, tehát 3-5 évente mindenképpen egy emlékeztető ismétlő oltásra van szükség, ami fenntartja ezt a bizonyos védelmet a kórokozó ellen. Kullancscsípés esetén annál nagyobb a fertőzés veszélye, minél több időt tölt a vérszívó a bőrben. Az időtényező mellett a megfelelő technika is számít. A kullancs ugyanis a nyálával juttatja a véráramba a kórokozókat, ezért kíméletesen, stresszmentesen kell kiszedni a bőrünkből. Ilyen esetben érdemes speciális eszközt használni, ezt az úgynevezett kullancskanalat, amely a patikákban gyakorlatilag mindenhol elérhető. Ezzel szakszerűen eltávolíthatjuk a kullancsot. Érdemes mindenképpen megjegyezni, hogy hol volt ez a bizonyos kullancscsípés, ugyanis a következő hetekben mindenképpen javasolt a csípés helyének a nyomon követése. Hogyha itt bármilyen gyulladást, kiütést, elszíneződést, foltot észlelünk, akkor érdemes azonnal orvoshoz fordulni. A kullancsok víz közelben és erdős területen is előszeretettel tanyáznak. Kedvelt rajzási időszakuk a reggeli és a délutáni órák. Ezért, ha kerti munkát vagy kirándulást tervezünk ezekben a napszakokban, utána mindenképpen érdemes átvizsgálni magunkat. A következő percekben a Pécsi Zsolnai Kulturális Negyed programajánlóját látják. Programok, látnivalók és akciók Pécsről a Zsolnai Örökségkezelően Kft. Ajánlásával. Fényfesztivál idén is Pécsett. Immár 4. alkalommal közel 170 ingyenes kültéri és beltéri programmal, bámulatos fényfestésekkel, fényinstallációkkal, utcaművészeti produkciókkal és koncertekkel vár Magyarország első számú fényművészeti attrakciója, a Zsolnai Fényfesztivál. A tavaly több mint 70 ezer látogatót vonzó esemény idén, június 27-e és 30-a között várja a különleges fényélményekre vágyókat Pécs belvárosában. Első Gamer Zone játéktér show Pécsen május 25-én. Várunk a Zsolnai negyedbe ezen a napon, ahol élő e-sport verseny vár nemzetközi résztvevőkkel, híres játékosokkal és népszerű fellépőkkel. Játsz PC-n vagy konzolon a legnépszerűbb játékokkal. Kipróbálhatsz virtuális valóság szemüvegeket, de a múltba is visszautazhatsz, ha kíváncsi vagy, az 1985-től megjelent szinte összes játékkonzolra.
Szabadtéren a drón akadályversenytől kezdve hadászati eszközök kipróbálásán át az elektromos biciklik vezetéséig számtalan izgalmas programot kínál a rendezvény. Munkácsi Mihály alkotásai a Zsolnai negyedben, a világhírű magyar festőzseni kiállítása Pák Imre magyar-amerikai műgyűjtő kollekciójából május 17-én megnyitotta kapuit, és fél éven át lesz megtekinthető az M21-es galériában. A kiállításon Munkácsi festményei, több rajza, tanulmánya, vázlatai és az életét dokumentáló fotóanyag is szerepel, összesen 58 mű és közel 20 fotó. A Flip Flop and the Flyers 2009-ben alakult rockabilly zenekar Pécsett. Dalaikban a rockabilly stílus az 50-es évek világa keveredik a mával. Ezzel a műfajjal Magyarországon legfőképp csak Budapesten találkozhatott a közönség, legyen szó bandáról, vagy ennek a zenének otthont adó szórakozó helyről. Június 1-én Pécsen koncerteznek az E78 koncertteremben. A programokról részletesen a www.pecsiprogram.hu oldalon tájékozódhatnak. Szeretettel várjuk látogatóinkat! Kézműves munka, számítógépek szerelése, árupakolás. Többek között ilyen feladatokat is kipróbálhattak Pécsen megváltozott munkaképességű fiatalok. A Neked munka, nekem álom országos rendezvénysorozat részeként a Speciál Pécs Alapítvány tagjai eltölthettek egy napot egy olyan környezetben, melyben szívesen dolgoznának. Neked munka, nekem álom. Ezzel a címmel indult országos program még 2015-ben. A szervezők évről évre rendeznek olyan foglalkozásokat, ahol valamilyen fogyatékkal élő fiatal eltölthet egy napot a munka világában. Pécsen ezúttal az árufeltöltők feladatait végezhették el az Éltes Egynyi iskola tanulói. Líviát osztályfőnöke választotta ki képességei alapján. Azért szeretnék én itt dolgozni, mert nagyon szeretek pakolni, mert rendet tartani magam körül. A főszervező megyei partnere a Speciál Pécs Alapítvány. Az egyesületen keresztül több napon át tartó foglalkozásokon vehettek részt a fiatalok az együttműködő munkáltatóknál. A legfontosabb az, hogy ténylegesen azt a típusú munkát találják meg maguknak, ami számukra a legizgalmasabb. Én azt gondolom, hogy a mai munkaerőpiaci helyzetben a megváltozott munkaképességűekre sokkal jobban lehet számítani, vagy sokkal jobban lehetne számítani, mint ahogy egyébként elsőre gondolnánk. De rendkívül sok pozitív tulajdonságuk van, amit a munka során lehet alkalmazni és hasznosítani. A Speciál Pécs Alapítvány 10 megváltozott munkaképességű fiatal tudott elhelyezni új munkahelyén az év elejéig, tette hozzá Zámbori Bíró Tamás. A Neked munka, nekem álom program legfontosabb célkitűzése, hogy lehetőséget adjon fogyatékos emberek és munkáltatók kötetlen találkozására. Gombák, kecskesajtok, mézek, szörpök, bölény, hús, többek között ezeket a termékeket is kínálták a termelők a harmadik Gasztro Tallinn Balaton lellén. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara célja, hogy minél több termelő legyen beszállítója egy-egy étteremnek, vendéglátóhelynek. A résztvevők szerint hasznos az ilyen találkozó, hiszen így közvetlen kapcsolat alakul ki a felek között. Natur gyümölcslevek, sajtok, mézek, lekvárok, borok, magolajak, mangalica, szalonna és kolbász. Számtalan incsiklandó portéka közül válogathattak a harmadik gasztrotali érdeklődői Balaton lellén. Fülöp, Sági, Juditék először csak állattenyésztéssel foglalkoztak, az ötlet a feldolgozásra később jött. A gasztrotalikon való részvétel náluk nem is kérdés. Lettek ebből étteremmel, hotellel szerződéseink, és így be tudunk szállítani. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy fontos és jó dolog az Agrárkamara részéről. A balatonszemesi Kistücsök étterem és séfje Jáni László már a 90-es évektől folyamatosan törekszik arra, hogy minél több alapanyagot helyi termelőktől szerezzenek be. Több dologról szól ez az egész történet, de a legfontosabb tényleg az, hogy mutassuk meg a helyi ízeket, a helyi alapanyagokat, akár az éjszaknak megfelelően is abszolút, és ebbe egy nagy segítség ez, hogy vannak ilyen rendezvények. Nem nekünk kell megkeresni, nem nekünk kell utána járkálni, hanem eljövünk egy központi rendezvényre, ahol esetleg megjelennek olyan szállítók, olyan termelők, akikkel még nem nincs kapcsolatunk. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. A termékek között akadt olyan is, amelyeket mostanában fedeztek fel újra, ilyen például a som. A som egy őshonos növény Magyarországon, annyira, hogy a Somogy vármegye neve is erre a növényre eredeztethető, mégsem ismerjük különösebben. Ezen próbálunk változtatni, főleg az ilyen termékekkel, amelyek különlegességet hoznak a mindennapi étkezésbe. Próbálunk minél több receptet gyűjteni, akár külföldről, de akár visszanyúlva a régi idők szalkács könyveig is.
A termelők, gazdálkodók és a vendéglátó szakemberek is abban bíznak, hogy ezek a rendezvények hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre több étterem és szálloda használjon minőségi és helyi alapanyagokat étlapjának összeállításához. Izgalmas bemutatót tartottak a pécsi tűzoltók laktanyájában, ahol együtt majálisoztak a rendőrökkel és a mentősökkel a katasztrófavédők. A bemutatóval a családoknak és a fiataloknak akarták megmutatni, hogyan is működnek az egyenruhás szervezetek a gyakorlatban. Tapsolnak a gyerekek a pécsi katasztrófavédők laktanyájának udvarán. Itt tartottak nekik bemutatót a rendőrök, tűzoltók és a mentősök közösen szombaton. Tűzpárbaj a bűnözőkkel, elfogás, a sebesült lövöldöző ellátása, a lángra kapott autó eloltása. Röviden ezeket láthatták a résztvevők a bemutatón. Ez tulajdonképpen a mi ünnepünk, hiszen nem régen volt a rendőrség nap, a Szent Flórián nap, és a mentősök napja is hamarosan elérkezik, és úgy gondoltuk, hogy közösen fogunk ezt megünnepelni, és azt szerettük volna, hogy ha ünneplünk, akkor egyben mutassuk is meg, hogy mit csinálunk, és köszönjük meg ezzel azoknak, akik velünk élnek, akikért felelősséget vállaltunk, hogy bíznak bennünk és számítanak ránk. A tűzoltók házigazdaként biztosították a helyszínt, miközben érdekes bemutatót nyújtottak a kicsiknek. A mi ünnepünk megvolt, örüljenek a gyerekek is, hiszen éles helyzetben nincs időnk és lehetőségünk, hogy megmutassuk, hogy mit csinálunk. Ezért szerveztük ezt a programot, és már most bejelenthetem, hogy a Városi Gyereknapon 25-én is ott lesznek a kollégák, és igyekszünk bepillantást nyújtani az életünkbe. Hagyomány, hogy a rendőrök és a tűzoltók közösen rendeznek bemutatót májusban. Idén a mentősök is csatlakoztak, akik május 10-én ünneplik megalakulását. 132 éve már a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület megalakult, és azóta világon első között szerepelt egy olyan országos, összefont, nagyon jó mentés, ami példaértékű mindenfelé. És 1948-ban szintén május 10-én alakult meg az országos mentőszolgálat. Ennek eredménye, hogy egységes rendszerben felszereléssel valósítják meg azóta az országos mentést. Az eseményen részt vettek az önkéntes mentőszervezetek is, akik például kötélpályás bemutatóval lepték meg a gyerekeket és a családokat. Rövid reklám után folytatjuk a Pannon krónikát. A MetMarkest megint jól kitalálta, segítünk szépíteni és megvédeni kertjét, ingatlanját és pénztárcáját is. Kerítéstáblák, oszlopok, komplett kerítésrendszerek telepítéssel is, hullámrácsok táblában vagy méretre gyártva galambriasztó rendszerek. Ha a dizájn is fontos, válaszon perforált vagy expandált lemezt, kerítés és kapuelemnek. A biztos védelemről a penge éles NATO drótok, szöges drótok, drótvonatok és vadháló gondoskodnak. MetMark a fémipar specialistája. Szekszárd, Pollák utca 92 a felüljárónál, telefon 74-es körzet 512-678, www.metmark.hu. Teljes körű szolgáltatás a villanyszerelésben és a hálózatépítésben? Akkor Electroid Kft. Mi megtervezzük, kivitelezzük, felülvizsgáljuk, vagy akár a villanyszerelési beruházás lebonyolítását is vállaljuk. Üzletünkben több mint 20 ezer termékkel várjuk. Lámpák, csillárok, ledes fényforrások 20-25 ezer óra üzemidővel. Háztartási kisgépek, ventilátorok széles kínálatban. Klímák, napelemek akár a tervezéstől a kivitelezésig. Intézmények, önkormányzatok és ipari létesítmények teljes körű kiszolgálását is vállaljuk. Péntekenként 10, a hónap utolsó péntekén pedig 15% kedvezménnyel várjuk. Electroid Kft. Minden, ami villanyszerelés.
zöldségpárlatok, gyümölcspálinkák az ország minden pontjáról, ezzel várták a látogatókat a 9. Kárászi Párlat és Pálinka Fesztiválon hétvégén. Összesen 318 minta érkezett a versenyre. A bírálók azt mondják, ezek olyan jó minőségűek voltak, hogy kimagasló lett az arany, ezüst és a bronzérmesek száma a zsűrizés után. Ezek azok a díjazott pálinkák, amelyekből fogyaszthattak a látogatók hétvégén a 9. Kárászi Pálinka és Párlat Fesztiválon. Idén összesen 318 mintát kellett a zsűrinek értékelnie, amik között nem csak gyümölcsök voltak. Egyre több a zöldség, nem az idén van először, de már láttam olyat is, hogy külön nem csak sütőtök, hanem sülttök, tehát sütött sütőtök, mint új trend. Nagyon érdekesek az ágyas kísérletek, és nagyon szép likőröket is láttunk, ami szintén nem egy könnyű műfaj. Tehát amiből él és mozog, itt meg lehet kóstolni belőle a párlatát. Nagyon jó minőségűek lettek a pálinkák, amit az éremarány tükröz. 25%-ban arany, 30-30%-ban ezüst és bronzérmekkel jutalmazták a leadott mintákat. A minőség jó, bár kevesebb minta érkezett, mint az előző versenyre, mondja a főszervező, a település polgármestere. Tavalyitól valamilyen est elmaradt, de ezt betudhatjuk annak is, hogy tavaly tavasszal volt egy nagy fagy, és akkor a barackok és többfajta gyümölcs elfogyott. Ennek következtében, legalábbis ezt gondoljuk, kevesebbet állítottak elő a termelők. A díjazottaknak a színpadon adták át az elismerő okleveleket. A fesztiválról idén sem maradhattak el a kézműves árusok, a gólyalábasok, akik szórakoztatták a megjelent családokat. Újra az élvonalban a kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöldfehérek az utolsó Soroksár elleni mérkőzésük eredményétől függetlenül már feljutottak az NB1-be. Így örültek vasárnap a kaposvári Rákóczi FC játékosai és a stábtagok Dorogon. A somogyi együttes 5-2-re győzött idegenben, ezzel pedig megszerezte a második helyet a másodosztályban, aminek köszönhetően 5 év után újra feljutott az NB1-be. Tulajdonképpen hatalmas volt az öröm, a csapat, stáb, mindenki pályára rohantunk, és megköszöntük a rengeteg szurkolónak, aki ott a helyszínen buzdított minket. Az idei cél az NB2-es tagság megőrzése volt, ahogy viszont jöttek a jó eredmények, az elvárások is nőttek a kaposvári csapattal szemben, mondta a klub ügyvezetője. A Rákóczi mellett a Zalaegerszeg szerezte meg az NB1-es indulás jogát, az a csapat, amelyben Waltner Róbert, a kaposvári jelenlegi vezetőedzője játékosként korábban meghatározó volt. Nagyon boldog vagyok, hogy pont a szülővárosom és az egyik kedvenc csapatom, a legtöbbet futballoztam 6 évet, így ennél jobb érzés nem is lehet, úgyhogy büszke vagyok a csapatra, a játékosokra, és ha meg lehetett ezt tervezni, vagy írni, vagy kilújson fel, akkor ezt a két csapatot mondtam volna, hogy ez sikerült, úgyhogy minden rendben van. Waltner Róbert tavaly az NB3-ban 7 forduló után vette át a Rákóczi irányítását. Mint mondta, kihívás, és nagy öröm lenne számára, ha az NB2 után edzőként az élvonalban is be tudna mutatkozni. A tervek még körvonalazódnak a kaposvári csapatnál, de az biztos, hogy győzelemmel búcsúznának a szezonbeli utolsó meccsükön. A már tét nélküli találkozót vasárnap 14:30-kor játssza a Soroksár ellen a Rákóczi hazai pályán. 16 megye 50 települése vesz részt az idei 4. regattán Siófokon, június első hétvégéjén. A települések közül 12 csapat most indul először a kétnapos vitorlás versenyen, melynek sorsolását kedden tartották a Siófok katamarán fedélzetén. Az utolsó település ebben a körben pedig... Az előző évek gyakorlatához hűen most is 3 előfutamba sorsolták a nevezett településeket. A résztvevők között volt olyan is, aki idáig minden évben szerepelt, de akadt 12 olyan önkormányzat is, amely most képviselteti magát először. A szervezők számára külön öröm, hogy a csapatok többsége nem balatoni. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy azt a célkitűzést is sikerült teljesíteni, hogy a többség az nem a Balaton partjáról érkezik, hiszen a benevezett településeknek a 70%-a az ország más részéből, más régiójából érkezik. Ezzel is szeretnénk tudatosítani azt, hogy a Balaton nem csak a régióban élőké, hanem egy közös nemzeti kincsünk. Szeretnénk a vitorlázás, ezt a vitorlás sportot az ország más részeibe is elvinni.
Tiszakécske egyike annak a 12 településnek, amely először vesz részt a nemzeti regattán. Több település összefogásaként maga a Bács-Kiskun megye több településre fogott össze abba, hogy úgymond a Tiszakécske neve alatt elinduljon a nemzeti regattán. Ugye ebben az évben kezdődött el már, hogy az utazáskiállítás kiemelt ízben égés a megye volt, és úgy gondoltuk, hogy ezt így minden, minél több rendezvényen szeretnénk ott lenni és megmutatni magunkat. A nemzeti regatta sikerét az is mutatja, hogy még első évben 30, második évben már 38 település mérettette meg magát, és tavaly már elérték a még koordinálható 50 csapatos létszámot. Az idei évben sem kellett sokáig várni az első 50 induló jelentkezésére. Nagyon jó ez a közösség, ami itt kialakulóban van. A Nemzeti Regatta egy olyan fórum lett, ahol így találkozhatnak a települések, és nagyon fontos ennek a vitorlásverseny része, hiszen ez egyfajta olyan érdekes, unikális dolog, amire felfűzhetjük az egészet, mi másra itt a Balaton partján. A vitorlásversenyek mellett a sárkányhajósok is megküzdenek majd egymással a Sión, erre az idén 25 település indított csapatot. Akik nem a vízen versenyeznek, azok a főzőtudományukat fitoktathatják az Ízek utcájában, és a színpadon a számos sztár fellépő mellett a települések is bemutatkozhatnak saját kulturális műsoraikkal június első hétvégéjén Siófokon. Ments meg mottóval országos baptista középiskolás rendészeti és katasztrófavédelmi csapatversenyt rendeztek Pécsett. A 11 csapat két kategóriában nevezhetett, külön versenyeztek a rendészeti képzésben résztvevő, valamint a képzésben nem részesülő tanulók. Vízkár elhárítás, elsősegélynyújtás, túlélő csomag összeállítása, tűzoltás, veszélyes anyagok ismerete, mátrix feladat, mentés, lövészet és környezettudatossági teszt. Többek között ilyen elméleti és gyakorlati állomásokat kellett teljesítenie annak a 11 középiskolás csapatnak, akik vállalták, hogy részt vesznek az országos rendészeti és katasztrófavédelmi csapatversenyen. Volt egy rendészettel kapcsolatos kérdéssor, 10 kérdésből állt. Kicsit nehéz volt, de mindent megtettünk, és csak egy hibánk volt. Utána volt egy kisebb erősségi feladat, amiben kellett 30 fekvőtámaszt csinálni, és utána 30 vállérintést. A csapatbajnokságon a baptista fenntartású iskolák tanulói vettek részt. Én azért veszélyhelyzetkezelési igazgatóként nyugodtan mondhatom, hogy a baptista szeretetszolgálatnak mindig is fontos volt az emberélet, mint az anyagi, mint a vagyoni mentés. Tehát ugye mi egy komplett mentőalakulatot tartunk fel nemzetközi szinten is, és ennek megfelelően én úgy látom, hogy itt elkészült és elkezdődött egyfajta utánpótlás nevelés. Az országos döntőt a pécsi Széchenyi István gimnázium szervezte. A verseny lebonyolításában olyan Széchenyis tanuló is segített, aki már önkéntes tűzoltóként is tevékenykedik. Legnagyobb álmom az, hogy mentős legyek, mentőtiszt, és az egyetemi tanulmányaimat is majd itt szeretném folytatni, de igazából az elmúlt fél évben olyan impulzusokat kaptam, és annyira megtetszett maga a tűzoltóság élete is, hogy elképzelhetőnek tartom, hogy ott a mentőzés mellett egy kis tűzoltóskodás is lesz majd. A szervezők két kategóriában hirdettek eredményt. A rendészeti képzésben résztvevő tanulók versenyében a házigazdák Martinek Dániel, Gábli Péter, Horváth Olivér és Kása Rihárd összeállítású kettes számú csapata nyert, míg a rendészeti képzésben nem részesülő tanulók versenyét a Nagykun Baptista Oktatási Központ kisújszállási tagintézményének gárdája nyerte. Hivatalosan is elkezdődött a balatoni strandszezon, bár az igazi nyára még várni kell. Kajakozni, bringázni, futni és kosarazni is lehet majd. A plázson tartott megnyitón elhangzott, minden eddiginél több sportolási lehetőséget biztosít idén Siófok. Immár negyedik éve szórakoztatja a vendégeket a siófoki plázs. Idén nyáron is színes koncertekkel és kulturális programokkal várják a kikapcsolódni vágyókat. Igazán pünköstkor indul el a szezon. Ekkor nyit az újonnan most megépült plázs aréna, ahol késő este 11 óra után is tudunk koncerteket szervezni. Ekkor nyit az aréna, ekkor lép fel a belga, és júni 22-től indulnak be igazán a programok, szinte heti szinten több alkalommal, amikor az iskolának is vége lesz. A nyársolán fellép nálunk Majka, Well Hello, a Halott Pénz. A koncertek mellett az aktív kikapcsolódásra is lehetőségük lesz a vendégeknek. Idén nyáron még nagyobb hangsúlyt fektettek a szervezők a különböző sportprogramokra. A siófoki strand szezonnyitón elhangzott, Siófok lehet a Balaton sportfővárosa idén. Ennek jegyében állapodott meg a Nagy Strand és a siófoki kosársuli is, akik egy közös streetball versennyel készülnek. Erre a csapatok majd meghívást kapnak, de minden ki
itt várunk szurkolni, és ezen alkalommal fog először kiosztásra kerülni az első Siófok Plázs kupa is. Apropója ennek a fesztiválnak az, hogy a Siófoki Kosársuli Egyesület nagyon elkötelezett híve a szabadidős sport fejlődésének, fejlesztésének. A város legnépszerűbb strandján a májustól szeptemberig nyitva tartó nagy strandon folyamatosan épülnek a sportolási lehetőségek. A sportpályák, a strandröplabda, tégból, lábteniszpálya, öltözőkabinokkal, burkolatot cserélünk, játszóteret építünk, úgyhogy elég sok minden. Utána a második körben egy újabb pályázattal még további 194 millió forintot sikerült nyernünk a Magyar Turisztikai Ügynökség által. Ennek a fejlesztésnek idén még nem állunk neki, hiszen már belenyúlnánk a strandszezonba, ezzel 6 darab vizes blokkot fogunk teljesen újonnan megépíteni a szabadstrandi szakaszon. De Siófok számos rangos versenynek ad otthont idén-nyáron, ilyen például a Tour de Pelzó is. Emellett folyamatosan modernizálják a siófoki strandokat is, így idén családbarát vizes blokkokat alakítanak ki a siófoki ezüst és aranyparton. A cél, hogy Siófok ne csak a strandolás, hanem az aktív kikapcsolódás fővárosa is legyen. Tehát állagmegóvás, karbantartás az futja, de egyéb fejlesztés az idén oda nincs tervezve. A számos beruházás mellett a siófoki kikötőt továbbra sem fejlesztik. Ezt a választ adta kérdésünkre a szezonnyitó Lengyel Róbert, pedig Siófok polgármestere 2 évvel ezelőtt még saját maga nyilvánította életveszélyessé ezt a területet. Pizzapartira hívta az Atomerőmű KSC szexált kadett kosarasait Ács Rezső polgármester. Harsányi Mária edző tanítványai megnyerték a Pécsen zajló idei országos bajnokságot. A 2 pontos szexádi győzelemmel végződő döntő legizgalmasabb pillanatai is újra szóba kerültek. Ilyen gigászi, végsőkig kielzett nagy csata után ilyen drámai véghajrá döntött a bajnoki cím sorsáról az U16-os kadettnek nevezett korosztályban az Atomerőmű KSC szexár javára az esélyesebbnek tartott fővárosi csata DS ellen. Miklós Melinda, a szexárdi frontember, pontjáros, 4 másodperccel a döntő vég előtt kosarat szerzett, amire nem tudott válaszolni az ellenfél. Országos bajnok 2019-ben a Sopront, a Pécsi Akadémiát, a Diós Győrt és tulajdonképpen mindenkit, aki útjába került nagy fölénnyel legyőzve, az Atomerőmű KSC szexárd kadett csapata. Ez a társaság, a Miklós Rences, Andi Hanna fémjelezte hármas, illetve hát most már Holc Rebeka, a fiatalabbak, mert ők fiatalabbak egy évvel, és ővelük most már 6-7 éve foglalkozom, már valakivel 6-ta, valaki később szállt be, és azóta nagyon-nagyon keményen dolgozzunk el a kezdetektől, és hát most érett be ez a munka. A csapat vezér egyéniségét, az egész torna egyik legjobb játékosát, a döntőben is 32 pontot elérő Miklós Melindát a bajnoki címről döntő utolsó kosaráról kérdeztük. Megmarad, és ezt nem fogom tudni elfelejteni. Visszagondolva, hogyha újra átélem, akkor olyan érzés, mintha így meg kellett volna rémülnöm, hogyha most kihagyom, mi lesz, meg hogyha máshogy csinálom, de akkor semmit nem éreztem, és csak úgy mentem, ahogy jött. A lányokat és a szexárdi kosárlabdázás több mint fél évszázados történetében a 6. bajnoki címet szerző sikercsapatot Ács Rezső szexárd polgármestere az egyik ismert helyi étteremben pizzázásra hívta, eközben tolmácsolta a város maximális elismerését a csúcs teljesítményre. Ennyi volt már a Pannon Krónika, köszönjük figyelmüket! Legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor jelentkezünk. Viszontlátásra!